Sziasztok! Ebben a videóban a kettlebell swinghez fogok 2 tippet adni. 2 olyan általános hibát fogunk majd kijavítani, amit sokszor észre szoktam venni. Nagyon könnyű ezeket kijavítani, csak oda kell rá figyelni. Mutatom őket. Mind a 2 tipp arról fog szólni, hogy milyen a swingnek a megfelelő kiinduló helyzete. Először is felvesszük a kiinduló helyzetet, hátra toljuk a csípőnket. Gondolj arra, mintha egy fal lenne mögötted, és a fenekedet próbálnád a falhoz érinteni. Kettőben olyan távolságban legyen, hogyha kinyújtod a kezedet, épp hogy eléred a fogantyúját, és megdöntöd magad felé. Innen próbálod szépen hátraengedni a csípőt. Azt kell érezned, hogy megfeszülnek a combjaid, olyan, mintha az éjnap a húrját feszítenéd meg. Nézd, annyira hátraengedem, hogy ha elengedem a kettlebellt, akkor picit hátra is esek szinte. Következő dolog, hogy arra gondolunk, mint hogyha szeretnénk elhajlítani a kettlebellnek a fülét. Jó, ez majd abban segít, hogy a széles hátizmokat is aktiváljuk. Jó, és akkor innentől kezdve sokkal erősebb lesz a pozíció, hasizmokat megfeszítjük, és innen hátra lendítjük a kettlebellt. És így a megfelelő kiinduló helyzettel már az első ismétlésünk is jó lesz, és rögtön robbanékonyabbá tudjuk tenni a kettlebell swingünket. Ha hasznosnak találtad a videót, nyomj egy lájkot, és hogyha érdekelnek az edzésprogramjaink, akkor pedig keresd fel a spartaikiképzés.hu weboldalt. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!